egy csillag se ragyog fenn az égen. Ha nem szeretsz, miért nem mondtad régen? Nem borulna most előttem egész világ gyászban. Olyan nagyon, olyan mélyen a szívem se fájna. Nem borulna most előttem törött a hegedűm, nem akar szólani. Ki hitte volna, hogy egy törött hegedű ilyen sokáig szól, s még meddig fog szólni? Hiszen úgy vagyunk Dangó Pista dalaival, nótáival, hogy nem tanuljuk, egyszerűen tudjuk. Velünk vannak és velünk maradnak mindaddig, amíg dalt énekel a nóta szerető ember. Nem csak a dalait éneklik mindenütt, hanem róla is írtak már számos dalt, sőt, filmet és színdarabot is. Az Állami Dériné Színház nemrégiben mutatta be a Dankó Pistáról szóló daljátékot. Ide kértük, hívtuk a stúdióba a darab egyik főszereplőjét, Győri Mártát, akitől szeretnék kérdezősködni a darabról, a szereplőkről. Tékány Baróti Vaszi daljátékát felújításban játssza a Dériné Színház. A rendezője Csongrádi Mária Jászai díjas. Hát tulajdonképpen igaz történetet mond el a darab, mert arról szól, hogy Dangó Pista beleszeret Jó Ilonkába, aki egy festőművész lánya. Társadalmilag messze állnak egymástól, a szerelem viszont nagy, ezért Ilonkát megszökteti, és végül is egymásé lesznek. Ki alakítja Dangó Pistát? Dangó Pistát Hollai Bertalan alakítja. És te kit játszol? Én Jó Ferenc festőművész lányát, Dangó szerelmét alakítom. A többi szereplő Dangó régi barátai. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, a mostani műsorban felhangzó dankónóták közül a legtöbb szerepel a daljátékban is, de most csendüljön fel a nóta a dal. Közreműködik Szántai Ildikó, Bojtor Imre és Miklósi József. Kísér Vörös Kálmán és Népi zenekara. Édes kis anyukám,
Ott ragadt rá a boszorkány tudomány.